Áldás békesség, szeretettel köszöntök mindenkit. Isten igéjét ma is Márk evangéliumából olvasom, Márk evangéliuma 12. fejezetéből a 28. verset, ahol így szól az Isten igéje. Ekkor odament az írástudók közül egy, aki hallotta őket vitázni, és mivel tudta, hogy Jézus jól megfelelt nekik, megkérdezte tőle. Melyik a legfőbb az összes parancsolat közül? Amen. Divatja van ma annak, hogy mazsolázzunk. Mert hát milyen jó az, ha nem mindent kell úgymond megenni a tányérról, amit szeretek, meg amit nem szeretek is, hanem akár egy hidegtáról, vagy egy svéd asztalról kiválogatom, hogy mi az, ami nekem finom, ami ízlik, amit szeretek, ami jó, és akkor azt teszem. De keresünk így állást, vagy éppen rakjuk össze a vallásosságunkat is, hogy kimazsolázzuk 2, 3, 5, akárhány helyről, hiszen csak néhány kattintás, hogy hol mi van, azt, ami nekem tetszik. És akkor én úgy hiszek, és úgy érzem jól magam, és úgy érzem kipipálva az életemet, hogy valamilyen elképzelt rendnek megfelelek. Eljön Jézushoz ez az írástudó, ez azt jelenti, mai szóhasználatban mondhatnánk, hogy aki a Biblia ismerője, jó ismerője, tudósa is akár, értsük itt nyilván még az akkori szentíratokat, de átvíve a mai korba, így mondanánk, hogy egy Biblia tudós vagy Bibliát értő ember, és megkérdi Jézustól az összes parancsolat közül, melyik a legfontosabb? Mi van a kérdés mögött? Talán az, hogy szeretné tudni, mit kell leginkább megtartson, mire kell leginkább igyekezzen, és Jézus válasza ezt igazolja is, hogy valóban mi a legfontosabb a parancsolatokban, szeresd az Urat, szeresd fele barátodat. De ott lehet a kérdésben az is, hogy mi az, ami elég. Mi az, amit ha megtartok egy vagy két parancsolatot, akkor azzal már kipipálhatom az életem, akkor már jó vagyok. Akkor már elmondhatom, hogy én jó vagyok. Jézus minimumot mond, és egyben maximumot. Azt mondja, szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes elmédből és teljes erődből. És szeresd fele barátodat, azaz a másik embert, mint saját magadat. Jogos, jogos. Azt mondod, ez teljesíthetetlen. Igen. Egyfelől az. Másfelől mégis. Ez a Jézusi válasz. Mit kell megtartani leginkább? Ezt a kettőt. Mert ebben benne van minden. Még akkor is, ha úgy érzem, hogy ez magától nem fog menni. Olyan jó lenne, ha úgy tehetném, hogy megkeresem, mi az, ami tetszik, amit könnyű megtartani, és mi az, amihez nincs kedvem, vagy amire nem szeretnék még most gondolni. És nem mazsolázhatok. Nincs. Hanem az egész ott van. Ebben az egy szóban összefoglalva, hogy szeresd. Az Urat és a másik embert. Teljes mértékben mindenestől az Urat, ahogy van, és a másik embert úgy, mint saját magadat. Vasárnap van. Talán kicsit csendesebb, nyugodtabb, stresszmentesebb, mint a többi. Vidd magaddal házi feladatnak. Ahova mész? Asztaltársaságban, kávézni, vagy bárhova. Szeress. Szeresd az Urat. Szeresd vele barátodat. Úgy töltsd be minden parancsolatot. Amen. Imádkozzunk. Uram Jézus Krisztus, kérlek, add a te szeretetedet a szívembe, hogy úgy szerethessem Istent és a másik embert. Amen.